Sziasztok! Ezt a spenótos palacsintát az interneten találtam, és megcsináltam proteines verzióban. Nagyon egyszerű elkészíteni, már is mondom, hogy hogyan kell. Körülbelül 150-160 g bébi spenót kell bele, természetesen a friss az jobb, de nekem jelen pillanatban csak zacskós volt, de ez is tökéletesen megfelel a recepthez. Összesen három összetevő van benne, tehát a bébi spenót kell bele 150 g zappehely, illetve 2 darab tojás. Úgy egészben csak rá kell ütni a tojást a zappehelyre, és amikor készen vagyunk vele a két tojás ráütésével, akkor jöhet rá egy pici só, egy pici bors és 2 deci víz. Ebben a kis filmben most vizet használtam, de aki kicsit jobban szeretné fehérjével dúsítani, nyugodtan csinálhat egy sós ízű vagy natúr ízű fehérjeséket. Az Alanes hagymakrémleves, illetve a pikáns levespor is tökéletes ehhez. Ha minden összetevőt beletettünk a tálba, akkor összeturmixoljuk. Én botmixert használtam, illetve a végén még egy kicsit vízzel vagy sékkel lehet az állagán lazítani. Hogyha mindez megvan, akkor egy icipici növényi olajat kell beletenni. Én most egy evőkanállal tettem, de nem kell egyébként bele ennyi. Ezt is egy kicsit összedolgozzuk, és egy serpenyőben akár csak egy palacsintát kisütjük. Én a serpenyő aljába fújtam egy pici növényi olajat sprével, de ki is lehet vajazni, hogy ne égjen oda. Amikor kellően megsült, körülbelül 10 percig kell sütni, és csak az egyik oldalát, tehát nem kell forgatni, akkor a palacsintánknak az egyik felébe tesszük a tölteléket. Én most light sajtot használtam, de tehetünk bele bármilyen zöldséget, színes kaliforniai paprikát például, vagy akár tojást, tehát kedvünk, ízlésünk szerint, amit gondolunk, vagy ami ízben passzol hozzá. Ráhajtjuk a palacsintának a másik felét ugye a töltelékünkre, még egy picit összesütjük, hogy a sajt kellőképpen megolvadjon, és készen is van. Én a tetejére, hogy egy kicsit jobban csúszson, készítettem egy ilyen sajt szószt, amit simán egy picike kis vízzel, egy sós Alanes proteinnel, illetve light sajttal összekevertem. Egy sima ilyen bulletben vagy turmixban össze lehet keverni, és akkor egy ilyen sűrű sajt szószszerű mártást kapunk, amit hogyha ráteszünk erre a kis palacsintánkra, akkor nagyon finom, így is lehet fogyasztani. Egyébként egy ilyen adagból körülbelül 4 palacsinta jön ki, úgyhogy szerintem ahhoz képest elég jó a mennyisége is. Fogyasszátok egészséggel, szerintem ez egy nagyon klassz recept. Sziasztok!